A veszélyhelyzet miatt nem lehet közgyűléseket tartani. A rendelet nem csak az önkormányzatokra vonatkozik, ugyanígy igaz az olyan cégekre, amiknek a legfontosabb ügyeiről a tulajdonosok beálló tag vagy közgyűlésnek kell döntenie, és a civil szervezetekkel is ez a helyzet. Pedig egyre közeledik a tavalyi évek mérlegeinek leadási határideje. Erre május 24-éig van lehetőség. Addig viszont a közgyűlésnek el kellene fogadnia az ehhez szükséges tavalyi üzleti beszámolókat. A kormány ezért úgy döntött, hogy a veszélyhelyzetre való tekintettel most különleges keretek között is tanácskozhatnak a közgyűlések. A döntéshozó szerv döntheti el azt, hogy milyen szabályok útján lehet akár e-mailben vagy elektronikus úton elfogadni ezen döntéseket. Nagyon fontos változás az, hogy a beszámolók, illetve a mérlegnek a közgyűlés útján történő elfogadására ilyen módon nincsen lehetőség, személyes úton módon. Vagyis közgyűléseket tarthatnak a cégek és a civil szervezetek, például a sportegyesületek, de csak elektronikus módon. De a nemrégen hatályba lépett rendelet most arra is lehetőséget ad, hogy az elnök vagy a cégvezető egymaga közgyűlési jóváhagyás nélkül fogadja el a tavalyi beszámolót és a mérleget. Változás történt még a tekintetben is, hogyha egy gazdasági társaság vagy civil szervezet vezető tisztségviselőjének a megbízatása a veszélyhelyzet ideje alatt lejárna, ebben az esetben a megbízatás meghosszabbodik. A lejáró tisztségi cégvezetők vagy egyesületi elnökök így a veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napig tölthetik még be korábbi pozíciójukat.